30 éves az Alaegerszegi Polgárőr Egyesület. Ebből az alkalomból ünnepi közgyűlést és megemlékező összejövetelt tartottak a szervezet tagjainak. Sokan közülük az alapítás kezdete óta töretlenül végzik segítő munkájukat. Rendezvényeket biztosítanak, oktató-nevelő tevékenységet végeznek, támogatják az időseket és segítik a rendőrség munkáját. Jellemzően csak pár feladat, amit az alaegerszegi polgárőrök elvégeznek szolgálatuk alatt. Az egyesület tagjai fő céljuk Zalaegerszeg közbiztonságának folyamatos javítása mellett egyéb fontos feladatokat is ellátnak. A rendőrséggel való közös munkák, a közlekedéssel való nevelés, az ifjúsággal való foglalkozás hozta azt, hogy nem csak a bűnmegelőzéssel, a közlekedés biztonsággal is kell foglalkozni, és az egyesület alapítása óta a Zalaegerszegen a rászorultak védelmében és 2020-ban a koronavírus alkalmával az egyesületünk elsőnek jelentkezett az önkormányzatnál, hogy a rászorultaknak segítséget nyújtson. Kerkai László fiatal kora óta folytat rendvédelmi tevékenységet, így nem volt kérdés számára, hogy részt vesz az első megyeszékhelyi polgárőrség megalakításában. Mai napig is aktívan részt veszünk a munkában. Ami a legfontosabb, a bűnmegelőzés, én ezt tartom legfontosabbnak, meg az idősek segítése, ami a mai napig is folyamatosan megtörténik. Zalaegerszeg a közbiztonság és közlekedés biztonság területein egyaránt jól teljesít, ebben elévülhetetlen érdemei vannak a helyi polgárőröknek. Az 50 ezer lakos feletti kategóriában 2021-ben is Zalaegerszeg lett a legbiztonságosabb város. Ebben persze nagyon fontos szerepe van a rendőrségnek, a rendvédelmi szerveknek, azonban mindez semmit nem érne a polgárőrség támogatása nélkül. És most egy olyan szervezetet, a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületet ünnepelünk, amely az elmúlt 30 esztendőben rendkívül sokat tett a város közbiztonságáért. Az áldozatos munka elismeréseként a jubileumi eseményen 16 fő kapott Szent László plakettet, míg ketten Szent László emlékérmet vehettek át.